Átfogó ellenőrzéseket terveznek a regisztrált munkanélküliekkel kapcsolatban Ukrajnában, adta hírül a PMGO a hírportál. Az erre vonatkozó rendeletet még nem fogadták el, megvitatása folyamatban van. Az intézkedés fő célja, hogy megállapítsák, indokolt-e az állami segély folyósítása. Az ellenőrzéseket a munkaügyi központokban végzik. A vizsgálat során ellenőriznék, hogy a regisztrált személyek valóban munkanélküliek-e, vagy esetleg rendelkeznek munkahelyek, fizetéssel, nyugdíjal és hamis adatokat adtak meg a munkanélküli segély igénylése során. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a segély folyósítása indokolatlan volt, az adott személynek vissza kell fizetnie az addig kapott pénzösszeget. Ha egy segélyezett bejelentés nélkül külföldre távozott, vagy az előírt határidőn túl is egy másik országban tartózkodik, szintén vissza kell fizetnie az államnak a számára folyósított ellátmány összegét.